Még tart a suction cup, úgy látom. Na. Hát akkor nincs ezzel semmi gond. Én úgy vélem, hogy egyedül az ajtóról esik le, azért mert szar a felület. Ez így elengedi, és meg így levenni is nehéz. Aha, jó. Úgyhogy jó lesz ez, csak megfelelő helyre kell rakni. Na jó van. Menjünk kajálni, illetve kajáljél. Megyek már most. Veszek magamnak egy hamburgert, egy óriás hamburgert, mert megóhajtottam. Aztán... Gyere le te telefon a töltőről. Oké. Van most itt honbanán ugyan, amivel a napot szoktam indítani, de mégis inkább egy hambira vágyom. Miért ne? Úgyhogy megyek a kedvenc burrito báromba. Közben megnézem, hogy milyen idő van kint, azt letesztelem egy kinti vlogolással ezt a szélzsákot. A tegnapi videóban csak azt teszteltem le, hogy egyáltalán mennyire tompítja a hangokat, de nem számottevő, tehát lényegtelen. Most pedig hátra fúj egy kicsit a szél, és akkor meglátjuk élesbe, hogy teljesít. Nyaksál. Nekem az kell, mert fagyos a nyakam. És most már kell decemberbe. Igen, december hanyadika van? 29, november 29. Na már elhagytam a szélzsákot róla, itt van a földön. Csak még majd azt kell kitaláljam, hogy hova rögzítem mikrofont, hogyha felhúzom a nagy cipzárt a nagy kabáton. Úgy idáig jöhet ez szerintem. Nem lesz itt túlságosan a számba. Lejjebb rakjuk, mert a szakállam meg fogja surulni. És az nem jel. Na még egy szatyrot keresünk, az gyíj. Esik, bazd meg. Akkor el kell tenni a GoPro-t, mert nem vízállótokból. De nem esik. Na jó, hát. Látjuk, ha megérzek egy esőcseppet, akkor érteszem. Erre. Nem úgy készült-e. Ha, mondjuk annyira nincs hideg szerintem. Hidegebb volt. Néhány nappal ezelőtt. Bár úgy látom, vannak, akik nagyon fáznak. Hát majd meglátjuk. Szitál ez a köd, vagy mi a fasz?
Most még igaz, van otthon banán, amit szoktam enni reggelire, ilyen étvágygerjesztőnek, de hát most jobban vágyom egy hambira. Úgyhogy most hambi lesz belőle a reggeliből. Azt az azért is, mert akkor átadnak ugye, hogy kétszerre is elég nekem. Erre még nem voltunk, ugye gyalog kamerába. Hát nem, mert itt ugye nagy a forgalom, és azért itt jobban megnéznek, mint ott lent alant, hogyha nem megyek a kis utcán. Ugye sokkal több zaj beszűrődik a mikrofonba. Na, hát egyszer ezt is meg kell. Itt vagyunk a kedvenc útkereszteződésemnél, ahol nem lehet átkelni, ahol egy életveszély az átkelés. Minden irányból jönnek, mennek, mindenki balra kanyarodik, mi is balra kanyarodunk. Aztán oda megyünk, oda le. Elütöttök, nem ütöttök? Jó van. Oda megyünk, mert ott van a kedvenc burrito bára. Tennél a kék épületnél. Jó, hogy nincs messze semmi itt Bátorba. Köszi, szia! Jó, van, akkor menjünk a másik úton haza. Körbe megyünk. Erre. Ha valakit érdekelnek, húha. Rákapcsolt az eső, úgyhogy eltesszük a GoPro-t. Novemberben eső. Ez olyan Guns N' Roses találmány. Nem. Axl Rose énekelte meg November Rain. Ezért nem szaladok fel a harmadikra, mert fulladok. Persze. Ezt Móricz kell elképzelni. Ezt a szarvajtát még két kézzel is elég kinyitni, nem hogy egy kézzel. Ja. Na. Hú. Felbosznak már itt kora reggel egy óra. Olyan emberkék, akinek büdös a szar is. Komolyan mondom. Elveszik az élettől a kedvemet már. Reggel. Kedves aranyos Diana. Tudod te, hogy kiről beszélek? Aranyos Diana, név szerint. Szálljál már le én rólam, légy szíves. Nem tetszik, amit csinálok.
Ne nézzed! Ezt szoktam mondani mindenkinek. Nem kell azon idegesítsed magadat, bazd meg, hogy... Én belém kös. Azt keresd, hogy hon köthetnél belé, mint az élő fába. Csináltam egy fényképet a múltkor a GoPro-val. Konyhába. Azt a kommentet írtam hozzá, hogy magasra török. És tényleg annyi volt a kép, hogy napszemüveg volt rajtam, és így feltartottam ide a GoPro-t, és így kinyújtottam a kezem, hogy mintha el akarnám érni. Na és akkor ezt a képet kiraktam a Facebookra, és hát már rengeteg ember lájkolták, én már lassan el is felejtettem. Ú, mekkora hamburger, geci. Ez igen, ez egy emberes eredet. Na szóval, hát én már majdnem el is felejtkeztem róla. És akkor tegnap este elkezd alá kommentálni Aranyos Diana, hogy ilyen pikírt módon, hogy azokba az emberekbe taposok bele, akik én nekem összeadták az árát. Én nem tudom, hogy mikor, hogy ő szerint, hogy hol van az, amikor én megsértettem, vagy gyaláztam volna azokat az embereket, akik nekem adakoznak. De meg is mondtam, hogy legyen szíves már egy összegyűjteni nekem azokat a helyeket, ahon azokat az embereket szívom, akik adakoznak. Mert nem igaz. Ilyen nem történt. És hogy én másoknak a nyakán török magasra, ha magasra török, és ez milyen mocskos dolog. Aztán... Na. Mert különben ő egy nézőm, és... De akkor minek néz? Vagy hogy? Szóval mindig az volt a vége, ami szokott is lenni, hogy megpróbálják nekem behatározni, hogy én mit csináljak a saját vlog csatornámon, mikor semmi olyan dolgot nem teszek, ami miatt engem felelősségre lehet vonni. Tehát azért én betartom a játékszabályokat, nem szaladgálok pucérón, nem rakok ki erőszakot, stb. De már az, hogy én hogy beszélek, az azért, hadd legyen már az én dolgom, na. Tehát, mert nem tetszik neki, hogy káromkodok, meg Istent káromlom, annak ellenére se tetszik, hogy egyrészt ritkán történik meg, másrészt meg annak a videómnak az elején ki van téve nagy piros betűkkel, hogy akit ez zavar, az ne nézze meg a videót. Mert hogy az ilyeneket nem kéne nyilvánosság elé kitenni, mert ez, ez olyan álszenduma, mintha az emberek bazd meg uton útfélen nem káromkodnának még százszor csúnyábban, mint ahogy én káromkodok a videóba. Meg az ő apja is biztos, hogy így beszél, meg az ő anyja is biztos, hogy így beszél, hogy a környezetében egy-két barátja. Nekem azt nem mondja senki, hogy nem így beszél, mert én, hát lehet, hogy én lakok csak olyan környezetbe, de én, ahon jártam világ életembe, ott mindenütt így beszéltek az emberek. És én nem fogom magamat megjátszani senkinek a kedve miatt. Ilyenekkel meg fölösleges engem ijeszgetni, hogy majd megver téged a sors. Hát engem már megvert, baszd meg. Hát ennél jobban nem nagyon tud megverni a sors. Én már megkaptam a izét. Restanciát. Ez meg baszd meg, nem tudok enni enélkül. Hány videómban láthattad már, hogy enélkül nem is ehetek, mert belehalok, bazd meg. Meg izén élek, szinte. Kenyérem, meg vízem. Ünnepnap egy ilyen, amikor egyet megengedhetek magamnak. Mit akarsz, hogy ennél jobban megverjen a sors, baszki? Én ezt irigyled tőlem? Már az annyi szó ki lett tárgyalva. Azt hiszed, olyan kurva jó dolgom van nekem? Hülye állat, bazd meg.
Ne nézzél, iratkozzál le a faszba! Azért is inkább ajánlom, hogy iratkozzál le, mert én a te kedvedén nem fogok megváltozni. Nem vagy te nekem se a testvérem, se az anyám, se a feleségem. Anyám se ugott bele, hogy beszélek. Én se, hogy ő hogy beszél. Semmi közöm hozzá. Ilyen hülyeségekkel meg bazd meg, hogy majd a karma így meg úgy. Engem ne ijeszgessél bazd meg, mert ez hülyeség, ilyenek nem léteznek. Ilyenekben nem ezek a lélek, meg gondviselés, meg karma, ez mind baromság, ilyen vallásos geci baromság. Amiben a vallásos idióták hisznek, én nem. Én abban hiszek be az meg, hogy mindenki a maga szerencséjének a kovácsa. Mindenki maga irányítja az életét és a sorsát. Nem tudom, hogy nálatok mit jelent ez a karma. Ha azt jelenti, hogy sors, akkor azt én irányítom. De nem fogsz azzal megrettenteni, hogy majd elver a jóisten. Ver a faszt. Mivel nem létezik, nem nagyon félek tőle. Hagyjatok már ezekkel a hülyeségekkel. Karma, bazd meg. Ő is erről beszél állandóan. Csarni. Jó, hát itt Amerika. Hát kötelezően vallásosnak kell lenni. Már lassan mondjuk nálunk is. De reméljük, hogy nem tart örökké. A mostani rendszer. Én megsértettem azokat, meg akik én nekem adományoztak. Hol, mikor, kit? Neveket kérek. Én pontosan tudom, hogy ki adományozott nekem és mikor. De megjelenik a neve, bazd meg. Honnan izén? Honnan folyószámlán? Honnan PayPal-on? De a nézőim nem ezt érdemlik. Hát te hülye vagy. Nézőim olyannak szeretnek, amilyen vagyok. Azért, mert nem játszom meg magam. Én nem angol kisasszonyok nevelőintézetében nevelődtem. Másik dolog megmondtam. Én magyar ember vagyok. Magyar az anyanyelvem. A magyar anyanyelvhez, a magyar nyelvhez hozzátartozik az egyik sajátossága, hogy a káromkodásnak a 99% az Isten káromlás, igen. Hát én most nem fogom azért a te kedvedért átfogalmazni a nyelvet, csak mert neked nem tetszik. És nem fogok mondjuk franciául káromkodni, vagy angolul. Nem esne jó. Nem. Tegyek erőszakot a saját anyanyelvem szavai, a kifejezések, azért, mert valakinek nem tetszik. Ki lehet vándorolni, el lehet vándorolni a csatornámtól is, el lehet menni. Fasznak vagy rá feliratkozó, fasznak nézel minden nap. Azt mondod, te is a izéimet erősíted, a nézőim számát erősíted. Hát iratkozzál le, hát sokan megteszik, hogy leiratkoznak. Leiratkozik 2, feliratkozik 15. Körülbelül ilyenek az arányok. Azt tett, hogy egyetlen álmatlan éjszakám is lesz miatta. Így is kevesen néznek lányok. Látom a demográfiai adatokba. 95%-ban fiúk néznek, férfia, 5% a lányok, asszonyok aránya. Van ez kevesebb. Most mennyi bazd meg a nő lapja kaféra, azt ott lehet brainstormingolni, meg kávézaszból jósolni, azt ott megbeszélhetitek, hogy mit jelent a karma. Milyen bunkók a férfia? Hogy lehet így beszélni egy nővel?
Az, hogy a feleségem lennél, úgy hajtanálak, mint a magzatot. Bazd meg, senkitől nem tűrtem el. Facebookon még egy ilyen komment, azt kiraklak a rákba. Majd baszki, ha átmentél azon annyi gyötrelmen, mint én. Meg te is meghaltál egyszer, azt építettél egy új embert. Egy vadonatújat. Akkor majd egy szinten leszünk, bazd meg, azt akkor majd oszthatod az észt. Addig nem. Mert mindaddig, amíg ezt nem érted át, még addig neked nincsen szavazati jogod. Megszakítani az én életemet. Én nem kívánok neked rosszat, bazd meg. Annyi rosszat nem, mint amennyi engem ért. Csak azt, hogy kicsit kapjál már a fejedhez. Mert valaki más kap hozzá. Hát te nem azt szeret, hogy a világ az úgy működik, bazd meg, ahogy te szeretnéd. Az emberek úgy fognak táncolni, hogy te fityűsz. Nem. Mondom, milyen parancsolós típusú nő vagy. Ki számon tartja, hogy a párja. Mikor, hol, mit csinálhat, meg mit áll. Az a véletlen nyilvánosságért elfingja magát, a férfi, akkor te pirulsz helyette, bazd meg. Hát piruljál, ha ilyen vagy. Én nem fogok. Nem bírom megenni akkora nagy. Nem volt. Elcsomagoljuk. Gondolom, neki kéne állnom, nekem is megjátszani magam, hogy mindenkinek megfeleljek, mert kiszolgáljam a közízlést, a közönségízlést. Nem véletlen van a csatorna leírásomba írva az, ami. Azt, amikor beleírtam, még hát már több mint egy éve, tavaly szeptemberben, amikor úgy igazából nekiálltam blogolni. Azt akkor is komolyan gondoltam, meg ma is komolyan gondolom. Elsősorban magamnak szeretném ezeket a felvételeket megőrizni. Másodszorban, hogyha érdekel néhány ezer embert, akkor nem bánom. Nézzenek, kövessenek. Ez szép volt. De ne próbálják nekem meghatározni, hogy én mit, hogy csináljak. Ott van a videóm, keresd meg a YouTube keverő, mindig keverőt mondok, basznak. A keresőbe a csatornám az a címe, hogy ne pofász bele, mit csinálok. Na, abban már egyszer kifejtettem, hogy mennek ezek a dolgok. Megbotránkoztatok? Hát... Nyilván megbotránkoztatok, bassz meg. Többek között azért is néznek sokan. Mert van, akinek csak a izék tetszenek. A balhés videók. Hú, mikor durom már el ennek a hülyének az agya? Van, aki meg a nyugodt, lassú, finom videóimat szereti. Amikor lassan beszélek, halkan beszélek, nyugodtan beszélek. Én ilyen impulzív ember vagyok, bazd meg. Egyik pillanatban nyugodt vagyok, másikban meg a falra mászok. Kész. No. Nem akarok erre több szót vesztegetni, mert már így is többet beszéltem róla, mint amennyit kéne. Nem kell kommentelni többet a Facebookom alá, nem? Nem neked csinálom. Ezért. Nézd csak.
Éjfélkó ment fel a videó. Suction Cup Strapa. 343-an már megnézték. Csatorna ajánló videómat, ami tegnap este ment fel 7:30-kor, azt már 991-en megnézték. És összeszedtem benne a csatorna ajánlóba a legfrappásabb beszólásokat. Hát a számlálóimat. 991, 2497, 1787, 1850, 1690, 2005, stb. Én feltöltök egy videót, bazd meg, 1500-2000 ember azonnal megnézi. Akkor valamit jó csinálok, nem? Ezek szerint. Majd hülye lennék egy ember véleményére ezért hallgatni, azt azért változtatni. Elmenne a fél nézőim, bazd meg, hogyha azt csinálnám, amit te szeretnél. Na. Azt reméljük, befejeztük ezt a komment háborút. Ez alatt a kép.